Sziasztok! Nagyon köszönjük, hogy végigtornáztátok velünk az előző 5 blokkot. Most egy kellemes kis nyújtással készültünk nektek, mert hiszen az edzés elengedhetetlenül fontos része úgy a nyújtás, mint a bemelegítés is, tehát sose felejtsetek el bemelegíteni, akármilyen mozgásformát is választatok. Nyújtani kell, fontos. És hogyha tehetitek, akkor ne csak az edzés utáni 5-10 perces nyújtásokat csináljátok végig, hanem keressetek olyan edzésformát, olyan nyújtó órát a városban, vagy ahol éppen tartózkodtok, ami nagyon kellemesen átmozgat, megnyújtja az izmokat, megolajozza az ízületeket. Mi most egy 10 perces kis blokkot készítettünk nektek. Igen, sajnos szeretek mutogatni, nézzétek el nekem. Ígérem, hogy nyújtás közben nem fogok. Felkészültetek a nyújtásra? Akkor kezdhetjük is. Széles terpezbe lépünk. Próbáljatok meg párhuzamos lábfejekkel. Ha nem megy, akkor egy nagyon picikét kifelé fordíthatod. Mindkét tenyér a combodon van, és laza testsúlyeztetés. Lazán, és másik oldal. Közben a kamera mögött szórakoztatnak engem. De nem baj, mert lesz olyan tévétorna felvétel, amit én fogok csinálni, és ők edzenek. Lazán. Azaz. Lazán. Lassan. Lassan. Azaz. Aha. Maradunk szépen a jobb oldalon. Amilyen mélyen tudsz, engedd bele magad. Most még ne emeld el a lábfejed, jó? Megfogod szépen a steppadot, elemelheted a sarkat, és elemeled a lábfejed, jó? Piciket rugózhatsz, érezned kell, ahogy a comb közelítő izom nyúlik, és a comb hajlító, jó? Azaz. Fogd meg szépen a lábfejed. Közben próbáld meg tolni kifele könyökkel a másik térdet, fokozd a nyújtást. Azaz. Nagyon jó. Nekem egyébként a nyújtás a legfájdalmasabb dolog, mivel keveset csinálom, de nagyon-nagyon kell. Jó, most elfordulunk szépen, és itt is pumpálunk, jó? Nyugodtan rugózz bele. Azaz. Nyugodtan rugózz bele. Nagyon jó. Tartsd meg lent, amennyire tudod. Emeld ki szépen a jobb kart, ha a jobb lábad van elől. Letesszük a jobb tenyerünket, leteszed szépen a bal térded, elfekteted a bal lábfejed, és szépen rácsücsülsz a sarkadra. Nyújt a jobb láb, visszafeszít a jobb lábfej, hajolj rá, amennyire tud. Jó, lassan visszajövünk, lassan visszajövünk, megfogjuk a pad sarkát, nyújt szépen a hátul lévő láb, rugózunk, rugó, azaz. Most megállítod és nyújtod mind a két lábad. Próbálod a hátul lévő sarkat közelíteni a talaj felé, előlévő lábfejedet kiemeled, mind a két láb nyújtva van térdizületben. Hajolj rá, amennyire tudsz. Befordulunk szépen középre, széles terpi, maradnak a lábfejek párhuzamosak, nagyon jó, alkar támadsz a padon, ez az, és próbálod tolni hátra a súlypontodat, told hátra a súlypontot, jó, azaz, közben szélesítheted a terpit, ha megy, nekem ennyi, itt is szenvedek már, nagyon jó. Feljövünk. Letesszük a tenyerünket a pad mögé, és pumpa. Pumpálsz. Vigyázz ne, hogy lefejeld a padot. Olyan elánnal nyújtasz. Azaz. Nagyon jó. Picit tartsd meg most itt lent. És próbálj meg tenyérrel hátra sétálni, amennyire megy. Ujjacskákkal. Azaz. Ah!
Ez már fáj. De szerintem nem csak nekem. Jó, innen vissza is jövünk gyorsan. Feljövünk, picit szűkíted a terpét. Próbáld meg összeszedni magad. És tess új áthelyezés, mindez jön a másik oldalra. Na, én most megnyújtottam magam rendesen. Azaz. Maradunk szépen a másik oldalon. Azaz. Maradsz a másik oldalon. Aha. Nagyon jó. Megfogod a padot. Elemeled szépen a lábfejed. Közben tolod ki a térded a másik könyökkel. És ráhajolsz, amennyire megy. Picit rugózhatsz. Azaz. Nagyon jó. Jó, most szépen átfordulunk a másik oldalra. Ez az. És rugó. Én már kellőképpen megnyúltam. Érzem minden izmomat. Nagyon jó egyébként csípőnyújtásnak is. Tehát a csípőhorpaszt is nagyon-nagyon jól nyújtja. Olajozza a csípőizületet. Ez az. Megállítod egy picit. Próbáld a hátul lévő sarkat közelíteni. A talaj felé. Letesszük a térdünket. Elfektetjük a lábfejünket. Rácsücsülünk. Visszafeszít. És ráhajolsz, amennyire bírsz. Azaz. Anita nagyon komolyan veszi a nyújtást. Nagyon jó. Visszajövünk. Egy pici rugó. Azaz. És most szép lassan kinyújtjuk mindkét lábunkat. Visszafeszít az előlévő lábfej. Próbáld meg a hátul lévő sarkat közelíteni a talaj felé. Azaz. És hajolj rá, amennyire bírsz. Azaz. Jó. Szépen befordulunk középre. Szűkítjük a terpét. Jó. Azaz. Szűkíted a terpét. Megfogod a két lábfejed, és a súlypontot leengeded. A törzs egyenes. Leengeded a súlypontot. A törzsed egyenes. Innét kiemeljük a két kart. Nyújtjuk térdizületbe a két lábat, hozzuk a kart, a törzs döntve marad, és közelítjük egymáshoz a két karunkat. Közelíted. Azaz. Jó, térdizületbe hajlít a láb, hozzuk a két kart. Azaz. És most innét mély levegővel fel. És kifúj. Mély levegő, zárod a lapockát, és kifújod. Szintén zárod. Mély levegő, és kifúj. Feltoljuk a két kart, mély levegő. Fent marad a kar, kifúj a levegő, és nyújtózom. Felfele. Az. Nyújtózol. Ez az. Összekulcsoljuk. Nyújtózunk egy nagyot. Kifújjuk a levegőt. Mély levegő. És kifúj. És még egy utolsó. És nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszönjük szépen, hogy végig tornáztátok velünk ezt a 6 blokkot. Ahogy mondtam, nyugodtan rakjátok össze, vagy csináljátok meg csak egyenként, amikor amennyire időtök van. De ne felejtsétek el, mozogni kell. Teljesen mindegy, hogy mennyi idős vagy, fiatal vagy idősebb, irodai munkát végzel, vagy fizikai munkát. A mozgás nagyon sok mindenre orvosság. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, köszönöm a lányok nevében is. Szép napot kívánunk nektek, sziasztok! We'll be right back.